Hogyan válhat egy 100 éves acélgyár egykori telephelye modern olimpiai helyszínné? A 2022-es téli olimpián 4 számban is aranyérmet osztanak majd ezen a különleges, újjászületőben lévő területen. Ma együtt fedezzük fel, hogy haladnak a szakemberek az átalakításokkal az acélüzem helyszínén. Köszöntöm Önöket! A mai műsor a Shuangwang Társaság területéről jelentkezik, a pekingi Shijinshan kerületből. Ez a helyszín két dolog miatt is nagyon érdekes, nem csak azért, mert egy 100 éves gyárépület újjászületésének eredhetünk hamarosan a nyomába, hanem azért is, mert a 2022-es pekingi téli olimpiai játékok egyik helyszíneként is szolgál majd ez a terület. Többek között itt fog ülésezni a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, és a hódeszkának is ez a terület ad majd, ennek a versenyszámnak is ez a terület ad majd helyet. Ezek a hatalmas hűtőtornyok egykor ugye az acélüzem részeként működtek, de hogy a jövőben hogyan fogják hasznosítani őket, annak járunk most utána, itt a Shuangwang Társaság ipari parkjában, és a vállalat egyik leányvállalatának tervező mérnökét, Pang Urat fogom kérdezni a részletekről. Nihao! Szia! Üdvözöllek Shuangwangban! Milyen cél szolgált régen ez az ipari park, ez a terület, és milyen új szerephez jut a jövőben? Régen itt acéltermelő gyár volt. Most a 2022-es pekingi téli olimpia egyik versenyhelyszínét építjük. 2022-ben a Snowboard Big Air és a Ski Big Air versenyben összesen 4 aranyérem születhet majd meg itt. Meg tudnál mutatni nekünk? Igen, a magasabb vörös zászló lesz a Big Air kiindulási pontja, és az alacsonyabb zászló pedig a végpontja. Az egész hosszúsága 160 métert érhet el. A mögöttem látható hatalmas hűtőtornyokat hogyan fogják hasznosítani a jövőben? Milyen funkciót kapnak? Az olimpia után 4 hűtőtorony, majd a hotel lobbija lesz, és külön termeként funkcionál. A téli olimpia lebonyolítása után, 2022 után a látogatók, például a pekingiek vagy a turisták használhatják-e majd ezt az ipari parkot, ugye, amit egy sport- és szabadidős parkká alakítanak át? Igen, 2022 után sport- és szabadidő parkká válik, és a közönség is használhatja. Az internet tényleg becsapódik a reálgazdaságba? Ez a régi áruház stratégiájának megváltoztatásával biztosítja be a helyét a piacon. Az online és offline tér nyújtotta lehetőségek együttes használata óriási változást eredményezett a hagyományos kereskedelemben. Egy külön navigációs rendszer segítségével bárki könnyen megtalálhatja a boltot, illetve a saját autóját a hatalmas parkolóban. A vásárlóknak többé nem tör borsot az orruk alá, ha véletlenül elveszítik a nyugtát, mert az applikáció a vásárlás minden adatát rögzíti az okostelefonunkban. Itt ugyanazon az áron vásárolhatja meg a terméket, mint az áruház weboldalán. Az elektronikus vásárlás során a vevőkről is kap adatokat az üzlet. Az új típusú kiskereskedelemhez alkalmazkodó technológiát használva csökken a bevásárlóközpontunk működés költsége, és javul a működési hatékonysága. A hagyományos szféra folyamatos változásban van, de a változás nem csak a túlélés, hanem a lehetőségek megragadása miatt is fontos. A régi stílusú teaházak megnyitják kapuikat a csúcs technológia előtt. A bejárat előtt elhelyezett nagy képernyő messziről jelzi az üzlet különlegességét. Az okostelefonnal egy gyors játékra invitálják a vendégeket, akik frissen készült teából kaphatnak ízelítőt. Hogy ízlik? Milyen az íze? Menjen az első emeletre, ahol szakképzett teaszommelié ingyenesen segít a kiválasztott tea lefőzésében.
Természetesen bárki saját maga is elkészítheti a teáját, és élvezheti a nyugalmat. Képtelen választani a rengeteg teafajtából? Válasszon ki egy csomaggal, és a kijelzőn rögtön megjelennek a tea adatai, a származási helye és a vásárlók tapasztalatai. Ezek a teaházak valósággal vonzzák a fiatal vevőket, ennek köszönhetően pedig jól megy az üzlet. Az online üzlet betört az offline piacra. A digitalizáció korában megszületett üzlet egy egyedi, különleges koncepciót nyújt a vevőknek. A boltban úgy rendezték el a polcokat, hogy a vevők bármere is forduljanak, minden oldalról a legtöbb árut lássák. Nem kell többé lázasan keresni az online árat a telefonon, mert a digitális árcédulák a valós idejű árakat mutatják az interneten. A Big Data által támogatott hálózatok segítségével az internet legnépszerűbb áruit találhatja meg itt. Így a vevő várakozás nélkül azonnal megkaphatja a kedvenc árucikkét. Úgy tűnik, hogy az online és az offline tér nem ellentétes egymással. A vevők által meghatározott kereslet a legfontosabb irányelv. Gyermekkorunkban sokat álmodoztunk arról, hogy magas tornyokra mászunk fel. Ez az álom hamarosan valóra válhat, és mindezt itt, ebben a szürreális parkban tapasztalhatjuk meg. A Shuogang Társaság Kína legnagyobb acéltermelő vállalatainak egyike, ám még a 2008-as pekingi nyári olimpia megrendezése előtt a pekingi városvezetés úgy döntött, hogy Pekingből világvárost kell építeni. Ennek a folyamatnak nagyon sok szabálya volt, többek között környezetvédelmi szabályai, ezek alapján pedig a vállalatnak el kellett költöznie Pekingből. A hátramaradt gyárépületek, létesítmények most új arculatot kapnak és újjászületnek. Ennek nézzük most utána, és megnézzük, hogy halad az építkezés. Az extrém téli sportokhoz hozzátartozik az extrém látvány is, és itt ezen a helyszínen, ami ugye a pekingi téli olimpia egyik nagyon fontos pontja lesz, egy üveg kilátó kapott helyet. 70 méteres magasságban vagyok ott, és hogyha lenézünk, akkor elég szédítő a látvány. Gőzerővel folyik a munka az egykori acélüzem területén, itt az ipari parkban. Például hamarosan a mögöttem látható futópálya is elkészül. A rekordtán érdekessége, hogy miután majd a futók azt használatba, illetve birtokba veszik, akkor ez lesz a világ leghosszabb levegőben lévő futópályája. Egészen 14 méteres magasságban és 10 kilométer hosszan nyúlik majd a levegőbe. Az újjászületőben lévő gyártelep területén az egyik ipari épületből ezt a hotelt is kialakították. A hotel belső terének megtervezésekor a tervezők odafigyeltek arra, hogy az egykori ipari épületekre jellemző vas, illetve acélcsövek, mint ahogy felettem is látható, megmaradjanak és továbbra is díszítsék a teret. A kisebb magyar városnyi ipari területen ez a kávézó is helyet kapott, természetesen ezt a kávézót is egy már meglévő gyárépületből alakították ki. Az itt folyó hatalmas munkának köszönhetően hamarosan a 100 éves múltra visszatekintő acélüzem egy teljesen új arculatot kap, és hamarosan hasonló jelképévé válik Peking számára, mint a Madárfészek stadion. A vendéglátásban is egyre divatosabbá válik az okos étkezés.
Az intelligens technológia megjelenése nem csak a kényelmet, hanem az étvágyat is fokozza a kínaiak étkezésében. A hagyományos süteménybolt most okos módra kapcsol. Milyen hozzávalókat tartalmaznak a finomságok? Csak kiválasztjuk a megkívánt süteményt, és a képernyőn azonnal megjelenik a részletes információ a csemegéről. Túl hosszú a sorban állás? Csak szkeneljük be a QR kódot, és engedjük, hogy a finomságok ránk találjanak. Kétségei vannak a sütemények elkészítése felől. A hatalmas ablakban minden egyes fázis nyomon követhető. Így biztos lehet abban, hogy az a süti kerül a kosarába, amelyiknek az elkészítését látta. Ez a 100 éves süteménybolt időről időre nyomon követi a legújabb trendeket. Az intelligens vásárlás bevezetése is egy jó példa erre, hiszen a vásárló kényelmét szolgálja. Megéhezett, de sokáig kellene várnia a hosszú sorban. Az intelligens étteremben többet nem kell a várakozással töltenie az idejét. A vendég elfoglalja a helyét, beszkeneli a QR kódot és kiválasztja az ételt. A Big Data szerint a kedvenc fogások ajánlására is képes az alkalmazás. Most már élvezheti is a finomságot. Késő van és már bezárt az étterem, semmi gond. Az éjjel-nappali nyitvatartás szerint működő, önkiszolgáló szekrényben bármikor talál ízletes fogásokat. Az időpénz. Az egyszerű átalakítás nem csak emeli az étterem hatékonyságát, hanem nagymértékben csökkenti a munkaerőköltséget. Az étterem újbóli megnyitásának első hónapjában 40%-os forgalombűvülést regisztráltak. És hogy mennyit ér egy mosoly, most kedvezményekre válthatjuk. Álljunk a képernyő elé, és az arcfelismerő megállapítja a mosolyunk értékét. Az arcfelismerés funkcióval be kell jelentkezni a rendszerbe, és ezután már rögtön elkezdhetjük a vásárlást. A kiválasztott terméket a felismerési zónába helyezzük. A rendszer ismét azonosítja az arcunk, így azonnal elvégezhetjük a fizetést. A mosolykupon értéke is automatikusan levonásra kerül. Az intelligens technológia alkalmazásának köszönhetően a hagyományos üzlet egy csapásra népszerűvé vált a fiatalok körében, ahol a fogyasztók valódi kényelemhez jutnak.